Ahogy megígértem, folytatom a játék műfaj határozó sorozatot, az alapokat letudtuk ugye a legutóbbi részben, úgyhogy most egy kicsit mélyebbre merülök. Például, mitől is lesz úgy igazán Souls-like egy játék? Nagy vitát olvastam most az új Wukong kapcsán erről, úgyhogy a mai videóban megpróbálom ezt körüljárni, de ki akarok térni még az extraction shooterekre, a hero shooter pontos megfogalmazására, vagy mondjuk a gacha játékokra és még sok minden másra. Úgyhogy jöjjön ma az Unibet támogatásával a kis játék műfaj határozó sorozat a második része. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Tehát, mitől Souls-like egy Souls-like? Nem annyira meglepő, gondolom, hogyha a sztorit a From Software már a legendás Demon's Souls című játékától kezdem. A cím egy haldoklóban lévő játékfejlesztő stúdiót élesztett fel, és tette gyakorlatilag az egyik legismertebb csapattá, akiknek azóta is rendre minden újabb játéka szinte garantált pénzügyi siker és évjátékadíjas. Nyilván a Demon's Souls-t folytatták egy kicsit más világban játszódó, de nagyon hasonló sorozattal, a Dark Souls-szal, és készült még három játékuk, ami játékmenetben nagyon hasonló, ugye a Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice és az Elden Ring. Ezeket a játékokat, bár mondjuk vannak köztük kisebb-nagyobb különbségek, szokás néha egyetlen sorozatnak tekinteni, hiszen a videójáték tudásnak valahogy ugyanazt a szeletét tesztelik és teszik próbára. Az első elnevezés, ami összefogta ezeket a játékokat, az a Bloodborne idején született, ekkor ugye már volt a Demon's Souls, a Dark Souls 1-2 és a Bloodborne. Elég egyértelmű volt, hogy ezek egy családhoz tartoznak, ezért kezdték el Soulsborne játékoknak nevezni. Viszont már a Dark Souls második részének megjelenése után nem sokkal jött egy játék, ami bár nem a From Software saját címe volt, elég egyértelműen le sem tudta tagadni, hogy az akkor elérhető Souls játékokból merített nagyon sok ihletet, a Deck 13 Lords of the Fallen-ja. Valahogy megvolt ugyanaz a nagyon nehéz, fantasy, kardozós gameplay, ahol az ellenfelek nem csupán papírkártyák előttünk, amiket egy pöccintéssel ledöntünk, hanem minden egyes haladásért keményen meg kell dolgozni, vannak nagy bosszok, és a végigjátszás nem időben, hanem halálok számában lehet mérni. Hogy ezt a fajta játékmenetet könnyű legyen elmagyarázni, ekkor született a Souls-like kifejezés a játékos fórumokon és videójátékos magazinokban, és elég egyértelmű volt, hogy bár egy akció-kalandjáték alműfajról van szó, meghatározó kifejezés lesz még. És most, 10 évvel a műfaj elnevezése óta még jobban körvonalazódott, mitől is lesz igazán Souls-like egy játék? Nyilvánvalóan az első, ami mindenkinek eszébe jut, az a nehézség. A Souls-like játékok szinte mindig a külső nézetes akció-kalandjáték formulát követik, ahol általában vagy közelharci fegyverekkel, vagy talán néha varázslatokkal és egy-két távolsági fegyverrel kell megküzdeni az ellenfelekkel, aki közül a legegyszerűbb is jelenthet kihívást. A játékok lényege többnyire, hogy valamilyen hatalmas, bonyolult útvonalon kell végighaladnunk, átkasszabolnunk magunkat az ellenfeleken, és a történetet közben ismerjük meg, a környezetbe elrejtett utalásokból. Ha pedig meghalunk, akkor visszatérünk a mágiánkhoz. Ez minden Souls-like-ban egy kicsit más. A Jedi Fallen Order-ben például egy ilyen meditációs pont, de a lényege ugyanaz. A pályát felfedezve oldhatunk fel ilyen kis checkpointokat, és hogyha meghalunk, visszakerülünk ide, az ellenfeleink pedig felélednek. Amíg le nem győzzük, vagy legalább meg nem sebezzük azt a konkrét ellenfelet, aki megölt minket, addig valamit nem kaphatunk vissza, amit előző halálunkkal elvesztettünk. Többnyire ez valamilyen XP, ami a fejlődéshez kell. És természetesen központi és elengedhetetlen eleme egy Souls-like-nak a nagy és nehéz boss fight-ok ala. HP csík kitölti szépen a képernyő alsó vagy épp felső részét széltében, és a boss rengeteg különböző támadással tör ránk, nekünk pedig meg kell tanulnunk, melyik ellen hogy védekezhetünk, és időben fel kell ismernünk, épp melyiket fogja csinálni, hogy legyőzzük őt. Ahogy az előző videóban most is megemlítem megint, hogy egyik játék műfaj elnevezés sincs kőbevésve, nincs egy központi videójáték műfaj határozó hatóság, aki ezeket definiálja és ráaggatná a játékokra. Ha felsorolok itt a képernyőn most egy rakás játékot, amikre valaha valaki mondta már, hogy Souls-like, akkor biztos lesznek olyanok, amiben egyetértesz, és olyanok, amiben nem. Na de ezek után, akkor most a Black Myth Wukong az egy Souls-like játék? Nos, megvannak a hasonlóságok. Nyilván egy külső nézetes akció kalandjáték. Nyilván, ha nagyon kritikusan és nagyon pontosan akarjuk a Souls-like műfajt meghatározni, akkor vannak eltérések az eredeti From Software játékok mechanikáitól, de érzetre azért nagyon is hasonlít egy Souls-like játékhoz. Mégis például nincs védekezés a játékban, feltétlenül nem az a célja, hogy védekez, és aztán a megfelelő pillanatban bevigyél egy-egy támadást, mint ugye a Souls-born játékokban. A Souls-like játékok egyik ismérve, hogy egy picit lassabbak, mint az olyan
kombókra épülő más akció RPG-k, mint mondjuk a Devil May Cry vagy a God of War. Ott vannak például a szentélyek, amik hasonlítanak a tábortüzekre, viszont ezek használata nem éleszti újra az ellenfeleket, és ha meghalunk, akkor sem mind éled újra, ráadásul nem is veszítünk el mindent halálkor, nincs ez a jellegzetes corpse run, ami a Souls-like-okra jellemző. De talán ami legfontosabb, amikor a fejlesztők előzetes demókat mutogattak, elég egyértelműen elmondták minden tesztelőnek, hogy nem szeretnék, hogyha az emberek Souls-like-ként néznék a játékukat. Ez a legérdekesebb ebben az egészben, mert amúgy fejlesztői körökben szerintem kifejezetten pozitív dolog, hogyha játékodat Souls-like-nak hívják és még jóra is értékelik, egyáltalán nem szokás már erre koppintásként tekinteni, sokkal inkább arra fele haladunk, mint amikor a Doom klón kifejezés átalakult egy önálló műfajjá az FPS-ben. Szóval szerintem bőven megvan annyi hasonlóság, hogy Souls-like-nak nevezzük a Wukongot, még akkor is, hogyha a fejlesztő nem akarja, és ha megnézzük, hogy egy ilyen játékműfaj elnevezésnek mi a célja? Mégpedig ugye az, hogy meg tud fogalmazni valakinek, aki még nem játszott a játékkal, hogy mire számítson a játéktól, akkor szerintem teljesen megfelelő úgy hívni, talán egy kis csillagot kezdeni, hogy Souls-like csillag, és megjegyezni, hogy igen, vannak is eltérések, de gyakorlatilag azt az élményt fogod megkapni, csak kicsit máshogy kell játszani, de erre majd rájössz. Na most, amikor a múltkor beszéltem a titkos befejezésekről, említettem a Returnal kapcsán, hogy a roguelike játékok is érdemelnének egy hosszabb kifejtést a játék műfajos sorozatban, úgyhogy most akkor térjünk ki erre is, mert ha a Souls-like vita komplexnek tűnik, akkor a roguelike vita már odáig terjed, hogy itt bizony van egy dokumentum, az úgynevezett berlini értelmezés, ami definiálja a műfajt, és bizony vannak kritikai iskolák, na, próbáljunk röviden összefoglalni. Tehát, adott az 1980-as Rogue. Mai szemmel nehéz is értelmezni, mi történik, de akkor egyik nagyon-nagyon népszerű játéka volt. Gyakorlatilag ilyen ASCII artból áll az egész, és egy fantasy kazamata felfedező szimulátor. Volt ilyen sajátossága, ami viszont kiemelte, és szinte végtelenül újrajátszhatóvá tette. Minden alkalommal, amikor a karaktered meghal, akkor teljesen nulláról kell kezdened, tehát permadeath van benne, de szerencsére nem csak te indulsz teljesen előről, hanem maga a kazamata is. Igen, minden elindított játékban a kazamata teljesen újra rendeződik, és gyakorlatilag egy random generált pályán kell végig szaladnod a karakterrel. Ez a formátum annyira tetszett a játékosoknak, hogy az elkövetkezendő években nagyon sokan próbáltak meg ugyanerre építkezve hasonló játékokat létrehozni. NetHack, Moria, Angband, a Mystery Dungeon széria és még rengetegen mások. Aztán persze a játékipar kezdett egyre jobban távolodni ettől az ASCII artos grafikától, és kezdtek megjelenni már a mai szemmel jobban értelmezhető játékok, de maga ez a játék menet nagyon bejött az embereknek. Meg persze felmerült az is, hogy a random generált pálya plusz permadeath, mint játékelem igazából nagyon sok helyzetbe beültethető. Mi van, ha mondjuk a játékodban egy űrhajó legénységét kell irányítanod, hogy elmeneküljön egy közelgő űrlény horda elől, és a pálya, ami random generált, ez igazából csak egy útvonal a csillagok között véletlen random eseményekkel. Mi van, ha a játékban igazából kártyapaklit építesz, és gyakorlatilag egy ilyen kártyás harcrendszered van, és a random generált csak annyi, hogy milyen útvonalon mész fel egy torony tetejére, és hogy milyen ellenfelekkel találkozol. Mi van, ha a játékod egy kazamatában játszódik ugyan, de a fantasy körökre osztott harc helyett egy lövöldözős bullet hell játékod van. Sőt, mi van, ha bullet hell játékod van, de egy 3D-s modern next gen a külső nézetes verzióban. Sőt, mi van, hogyha a bullet hell játékodban egy kisbabát irányít az, aki a könnyeivel lövöldözik, más halott kisbabákat gyűjt, és a végén megküzd az anyukájával? Bocsánat, igen, a Binding of Isaac is roguelike, de egy kicsit fura. Rengeteg olyan játék van, ahol ez a két elem iszonyú jól működik, végtelenül újrajátszhatóvá teszi a játékot, viszont épp ezért akkora hagyománya is van, hogy szokás két nagy kategóriára osztani a műfajt, hogy az eredeti roguelike játékok valamilyen szintű ilyen, nem is a műemlékvédelmet élvezzenek. Ezért hagyományosan azokat szokás roguelike-nak, tehát nagyon közel rogue-ra hasonlító játékoknak hívni, amik a permadeath és a random generált pályán kívül más elemeikben is hasonlítanak az eredeti rogue-ra. Mégpedig lehetőleg felülnézetesek és a harcrendszerük körökre osztott. Így például, ami beleillik, és nekem az egyik kedvenc modern értelmezésem a témában, mondjuk relatíve modern, az mondjuk a Dungeons of Dreadmore, ezt nem győzöm ajánlani mindenkinek. Azok a játékok pedig, amik csak a két központi elemben, tehát a permadeathben és a random generált pályában használják fel a műfajt, azok a Rogue Light, vagyis cukormentes rogue névvel szokás illetni, de tegyük hozzá, ez sem sértés. Itt már tényleg egy ilyen műfaji elemmé váltak ezek a dolgok, amiről beszélünk, és amit tegyük hozzá, kifejezetten népszerű és kritikailag elismert műfaj, még akkor is, ha mondjuk ilyen nagy triplás címek ritkán érkeznek ilyen elemekkel. Na de Dani, mi figyelünk,
Te bedobtál ide megint egy elnevezést, amit egy csomóan lehet, hogy nem vágnak. Hát most komolyan, mi a halál az a bullet hell? Nos, a 80-as, 90-es években az árkád játéktermek egyik legnépszerűbb műfaja voltak a mindenféle lövöldözős játékok. Akár statikusan egy helyből kellett egy pisztollyal lövöldözni, akár egy kvázi sineken haladó űrhajóval lőni a gonosz űrlényeket, az akciójátékok legnagyobb műfaja volt, nem is meglepő, hogy a gépek fejlődésével ezekből lettek ugye az FPS-ek. No de. 93-ban egy japán fejlesztő, a Toaplan kitalálta, hogy oké, igen, a játékok valamennyire tesztelik azt, hogy mennyire tudod kikerülni az ellenséges lövedékeket, de mi lenne, ha ez ilyen embertelenül nehéz lenne? És megalkották a Batsugunt, az első bullet hell, vagyis hát lövedék pokor játékot. Az ellenfelek brutális mennyiségű lövedéket eresztenek feléd, amik már-már hipnotikus geometriai formázatokban repülnek feléd, és neked már nem is feltétlenül csak az a célod, hogy eltaláld az ellenfeleket, hanem sokkal inkább az, hogy kikerüld a lövedékeiket. Ez egy iszonyú népszerű műfaj lett az árkádokban, viszont ezen a következő évtized már sokkal jobban kedvezett az otthoni konzoloknak és a PC-knek, amik ugye már elkezdték a játékokat távolabb vinni az ilyen highscore kergető játékoktól, és sokkal inkább a hosszabb élmények kezdtek dominálni. Így a lövöldözős játékok elmentek az FPS-ek és a TPS-ek irányába, a bullet hell-ek pedig ma már csak olyan különleges projektekben lehet megtalálni, mint a már emlegetett Returnal vagy az Enter the Gungeon. Na most, míg a roguelike és souls-like játékoknál inkább arról van szó, hogy mik a műfaj fő elemei, és erről van a vita, de a kiindító játék egyértelmű, addig az extraction shooter műfajnál talán pont fordítva van. Elég lazán kezelik az emberek, mitől is lesz valami extraction shooter, viszont az online fórumokon sehol sem találok általános közmegegyezést arról, mi is volt a legelső ilyen játék. Viszont ha ezt a műfajt akarjuk körülírni, akkor nyilvánvalóan a legnépszerűbb címet, a Tarkovot érdemes alapul vennünk. Az Escape from Tarkov játéknak a lényege, hogy adott egy kvázi open world környezet, mondjuk egy ilyen fail open world, vagy mondjuk mini open world, ahova te beérkezel a karaktereddel. Itt az elsődleges célod minél nagyobb mennyiségi lootot begyűjteni, amit viszont csak akkor tarthatsz meg, ha sikeresen ki is jutsz. És a pálya általában persze úgy van felépítve, hogy a beérkezésed helyszínéhez képest átellenes felén van a térképnek a kijárat, útközben meg kell küzdened egy csomó NPC-vel, akik ugye nyilván a lootot őrzik, és más játékosok, illetve csapatok is érkeznek a pályára, szóval egy ilyen PvPvE játékmódot kapsz. Na most, a Tarkov ugye ezt nyilván egy minél realisztikusabb katonai szimulátor játékmenettel kombinálja, amiben ugye nagyon részletes armor tulajdonságok vannak, a fegyvereidet így úgy amúgy kell módosítgatni, stb. Ezt a műfajt nem kell olyan nagyon magyarázni. Viszont nem ez az egyetlen műfaj, amiben az extraction shooter, vagy hát extraction game értelmezhető. Ott van például a másik nagy képviselő, a Dark and Darker, ami ugyanezt a logikát ülteti egy fantasy belső nézetes játékba. A műfaj lényege szerintem, ami ekkora közönséget vonz most magához, az a kockázatjutalom egyensúlyozása. Minden meccsben úgy érzed, hogy már az első pillanattól kockáztatsz, hiszen a felszerelés, amit a karakteredre adsz, azonnal odavész, hogyha meghalsz. Nem olyan, mint egy bármilyen multiplayer FPS, ahol gyakorlatilag minden fegyver szinte eldobható, és minden halál triviális, legfeljebb a KD-det rontja. Szerintem nagyon izgalmas műfaj amúgy, igen, a Tarkov most épp egy kicsit necces helyzetben van, ahogy arról pont nemrég beszéltem, de ott jön a helyére már is az Arena, Breakout Infinite, a Greyzone Warfare, vagy a Delta Force Haktua, amik ugye mind azért ezt a Milsim vonalat képviselik, de én tökre várok más megközelítésekre is a témában, mint ugye a Dark and Darker Fantasia, vagy a Bungie-nál alakuló skifisebb maraton. Most éppen a Concord borzalmas bukása kapcsán megint felmerült a téma, hogy az extraction shooterekhez képest a hero shooterek viszont mennyire leáldozóban lévő műfaj. A hero shooterek, vagyis hős lövöldék lényege, hogy míg a legtöbb lövöldözős játék multiplayer verziójában csupán a fegyveredet választott ki, addig a hero shooterben egy komplett karaktert kapsz, aki akár extra képességekkel is rendelkezik, de legalább egyedi fegyverekkel, amik más karakterek számára nem elérhetőek. És igen, egészen odáig, hogy mondjuk a Battlefield 1942-ben is harcászati archetípusokat választhattál, visszavezethető a hero shooterek eredete. De közmegegyezéses tény, hogy a 2007-es Team Fortress 2 volt az, ami úgy igazán bebetonozta a hero shootert, mint műfaj, és kicsit fel is kapcsolta az egészet magasabb fokozatra. Még az eredeti Team Fortress Classic, ami ugye önmagában is egy Quake modra épült, nem különböztette meg annyira a karaktereket egymástól. A Team Fortress 2 viszont már különböző hitboxokat, különböző HP mennyiségeket és masszívan eltérő képességeket is adott a karaktereinek. Később 2016-ban az Overwatch tekert az egész műfajon még egy nagyot, azzal, hogy konkrétan a hősök felé vitte el a témát a szuperhősös világgal, és minden karakternek a mobákból ismerős konkrétan képességeket és ultikat, nagy képességeket is adott.
Azóta persze a híros shooter műfaj is nagyon szétágazik. A Valorant például ugye a Counter-Strike jellegű taktikai FPS-ek gameplayét viseli, viszont az ott jellemző gránátok és füstök és hasonló terelő infózó tárgyakat itt a karakterek képességeként kapják meg, és persze ultik itt is felbukkannak, mint az Overwatch-ban. Aztán persze a híros shooter műfajban borzasztó sok bukást is találtunk az elmúlt időkből, ott a már emlegetett Concord, aztán az Amazon bukott híros shooter a Crucible. Ha folytatják a trendet és a bukott híros shooter meg a bukott MMORPG példájából indulunk ki, akkor kb. 5 év múlva jöhet majd az első Amazon Extraction Shooter, hogy az is bukjon egy nagyot. És a mai videó utolsó műfajának hozok még ide a gacha játékokat, tudod, Genshin miatt ez most egyfolytában népszerű, és hát ha valaki nem tudja, mit jelent ez pontosan, vagy hogy mi a különbség a lootboxoktól. Tehát a gacha, vagyis gachapon egy Japánban nagyon népszerű automata, kvázi nyerőgép, aminek a lényege, hogy ilyen kis műanyag golyókba rejtett cuccokat lehet kivenni egy gépből. Egy kicsit szerencsejáték, mert bár a jutalom garantált, nem tudhatod, mi lesz benne a golyóban. És persze az egésznek a lényege az, hogy van mondjuk egy 10 darabos szett, amiből te össze akarod mindegy gyűjteni, és teljesen random esélyed van, hogy mit kapsz meg. Ami esélyt persze tetéznek azzal, hogy a legkívántabb darabokból kevesebbet is raknak a gépbe. Na most. Ez gyakorlatilag nyilván a lootboxoknak az eredete, ha úgy veszük, viszont attól még, hogy mondjuk van lootbox egy játékban, az nem feltétlenül jelenti ténylegesen azt, hogy az mindjárt egy gacha játék is egyből. Vannak persze, akik érvelnek amellett, hogy az Overwatch vagy az Apex Legends lootboxai is gacha játékát teszik, hiszen egy játékbeli valutát használsz arra, hogy egy random eséllyel kapj valami tárgyat. Ami viszont elveszi az élét ebben a játékban az az, hogy a lootboxokból kapott tárgyak nem képezik szerves részét a játékmenetnek, csak kozmetikai kiegészítők. A HoYoVers játékaiban viszont, a Genshin Impactban, a Honkai Star Rail-ben vagy a Zenless Zero-ban viszont a gacha központi módja annak, hogyan szerzel új hősöket, felszereléseket, stb. A fejlődés egyik legfontosabb része gyakorlatilag. Megint csak olyan műfajról van szó, ami igazából csak egy ilyen kiegészítő műfaj kártya, amit így rá lehet akasztani szinte bármilyen más játékra. A Zenless Zone Zero például bizonyos szempontból egyszer egy roguelike is, a Genshin Impact mellette egy open world RPG, a Honkai Star Rail pedig egy körökre osztott RPG. De nyilván, amúgy, hogyha azt mondanád mondjuk az Apex-re, hogy ez egy gacha játék, akkor lehet, hogy sokan kritizálnak ezt az állítást, de igazából valamilyen szinten ez is megállja a helyét. És megnyitlek, zárom a videót, ide most kiírom, hogy ide melyik műfajok szerepeltek az előző részben, ha valamelyikre még kíváncsi vagy, ajánlom, hogy nézd vissza ezt a részt is, hogy ezeket megtud. Ha szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson ez a videó, akkor pedig nyomhatsz egy lájkot, és kommentben pedig megírhatod, hogy melyik műfajról beszéljek még, hogy a YouTube minél többeknek mutassa meg a videót, és mint mindig, most is sokat segít, hogyha feliratkozol és követsz mindenféle egyéb helyeken, mint mondjuk TikTokon, Threadsen, Instán, Twitchen, stb. Várok téged legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.